Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben című sakkmagazinban. Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok, műsorvezető társam, állandó szakértőnk Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. Én is mindenkit üdvözlök. Nyár van, ilyenkor véget érnek a csapatbajnokságok, már május hónapban véget értek a megyei csapatbajnokság és az NB2 küzdelmei. Ilyenkor az ország sakkéletéről tudunk beszámolni, illetőleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb sakrendezvényéről. Először is a Magyarország korcsoportos bajnokságáról szeretnénk beszámolni, ahol Péter nagymester jelen volt, mint bíró és mint a nyíregyházi fiataloknak a vezetője, azt követően pedig megyénk legnagyobb versenyéről, a 35. nyírségi tornáról szeretnénk beszámolni. Tehát június végén Balaton-Lellén rendezték meg a Magyar Sakkszövetség részéről a korcsoportos bajnokságot. Péter, mint szemtanú, milyen voltál? Én nem voltam ott, nem tudtam végigélvezni a versenyt és a partikat. Tudósíts minket, kérlek. Hát az egyik legnagyobb és legfontosabb rendezvény ez a Magyar Sakkszövetségnek, ifjúsági rendezvényt, ha nézzük. Ugye a legjobb, legerősebb játékosok indulnak el ezen a bajnokságon. Innen lehet kijutni a különböző világeseményekre, a világbajnokságok, csoportos világbajnokságokra és az Európa-bajnokságra. A résztvevők létszáma ismételten nőtt a tavalyi évhez képest, idén 250 induló volt, ami egy fantasztikus létszám a mai világban, és hogy ennyi gyerek sakkozik, 12 korcsoportban, 8 évestől a 18 évesig, ugye két évenként változnak a korcsoportok, és ami örvendetes tény, hogy egyre többen indulnak megyénkből is ezen a bajnokságon, ifjúsági játékosaink érzik azt, hogy egyszerűen el kell indulni ezen a az egyik legerősebb színvonalú ifjúsági versenyünkön, úgy lehet tovább fejlődni, és úgy lehet tovább erősödni egyértelműen, hogy még jobbak és még erősebbek legyenek sakkban. A megyénk fiataljai hogyan szerepeltek a versenyen? Azt hiszem, hogy azért bajnok esélyes fiunk, lányunk nem volt, de hogyan alakultak az értékszám szempontjából? Ugye egy sakkozónak a versenyen való részvétele úgy is lemérhető, hogy értékszámait gyarapította, avagy veszített az értékszámából, illetve amellett az is egy mértékadó lehet, hogy milyen partikat játszott az illető fiatal, a partiai fejlődéstől, vagy pedig helyben topogástól tanúskodnak. Hát én volt, aki nyert élőt, ugye volt, aki vesztett élőt. Én igazából itt az élő pontvesztés szerzést itt ezen a korcsoportos bajnokságon nem szoktam annyira figyelni. Sokkal fontosabb az, hogy jó partikat játszanak, minél erősebb játékosok ellen, és egyszerűen játék minőségére vagyok kíváncsi, de igazából körülbelül azt mondom, hogy volt, aki nyert egy kis élőt, volt, aki egy picit többet vesztett, de úgy nagy részt a középmezőnyben végeztek játékosaink. Ugye azért említsük meg, hogy a legkisebbek korcsoportjába indult, vagyis hát úgy a legkisebbek, hogy a megyénk játékosai közül 12 évesek között indult Blahota Marcelő, 4,5 pontot szerzett, 50%-ot, a 14 éveseknél indult Varga Marcel, aki 4 pontot szerzett, 7-ből ő 50% felett végzett. A 16 évesek között játszott Szuhánszki Gergely és Palkovics Balázs. A Szuhánszki Gergely 3,5 pontot ért el, a 9-ből Palkovics Balázs 4,5 pontot ért el, és a legnagyobbak között pedig ott hárman is voltak, ott pedig a Góca Ádám indult, Tumó Bence és Rádai Zoltán Máté, aki a Piremonnak az erős ifjúsági utánpótlását alkotják, ugye kiegészülve Palkovics Balázzsal, a másik három játékos pedig nyíregyházi sakkiskolának a sakkiskolát erősítik, tehát mindenképp ez a két nagyon nagy és színvonalban is egyre erősebb játékosokat kitermelő egyesületnek a sakkozói
nagyon jól szerepeltek, és mindenképp az egy nagyon jó hír, hogy megmérettették magukat ezen a bajnokságon. Tehát akkor helytálltak és hozták az elvártat. Igen, igen, igen. És a korcsoportos bajnokságon, hogy alakult a mezőny, voltak-e kiugró tehetségek, akik új csillagjelöltek a magyar sakkozás egyén? Hát, hogyha úgy nézzük, akkor ugye ezt a 8 éves korosztályba kell kezdeni, mert a 10-12 éves korosztályokban ott mindig indulnak, és ugye már 8 éves korban megmutatják, megcsillogtatják tehetségüket. Az egyik legeredményesebb játékosunk, ugye őt Gázsókának hívják, ő 9 éves, 10 évesek között játszott idén, hát megnyerte 100%-kal a korcsoportját, nagyon jól játszott, azt kell tudni, Zsókáról jött tavaly a 8 évesek világbajnokságán második lett, és az Európa bajnokságon is 9. helyezést ért el. Ő az egyik legnagyobb tehetségünk. Az Európa bajnokságon tavaly második helyezést ért el Márkus Molli Amina, ő is a 10 évesek között játszott, ő hátrébb végzett, 5. helyen zárt, tehát neki annyira jól nem sikerült, mint ugye hölgy versenyző társának, Zsókának, de a lányok között elindultak a legjobbak, gyakorlatilag ott nem nagyon született meglepetés, mindenhol a legjobbak nyertek. A fiúknál volt egy-két olyan meglepetés, ahol esett, tehát ott is olyan meglepetés, hogy nem rá számítottunk, hogy ő fogja megnyerni a versenyt, de természetesen ő is megnyerhette. Tehát ott 5-6-an vannak, akik meg tudják nyerni a mezőnyt. Azt mondanám, hogy 5.-6. helyre rangsorolnám, mint hogy ki az, aki megnyeri a mezőny, de kifejezetten jó játszanak. Egy 15-16 éves kor után már a leges-leges legjobbak már nem játszanak. Ugye a Gredura Benjamin is azt kell tudni, hogy ugye még csak 17 éves, de már felnőtt válogatottságban meghívta Polgár Judit. Az olimpiai válogatottba, úgyhogy 17 évesen neki már magasabb, hát hogy mondjam, küldetése van. Tehát aki januárban Gibraltáron Anandot meg tudta verni egy szlávban, hát igen, az nem biztos, hogy a magyar korcsoportos bajnokságon kell, hogy múlassa az idejét. Az biztos, hát meg a tavalyi évben ugye Rapid mérkőzésen Karpovot is megverte, mint ex-világbajnokot, tehát nagyon nagy tehetség, tehát ezek a kiugró tehetségeink a korcsoportoson már nem nagyon játszanak, de azért van egy nagyon jó versenyünk, Zalakaros, ami ugye a 20 év alatti országos bajnokságunk, hogy ott azért el szoktak indulni ezek a játékosaink, tehát ott tudjuk látni őket, hogy hogyan játszanak, miként játszanak, hogyan fejlődnek. Tehát itt a kisebb korcsoportokban szinte mindenki elindul, ugye nagyon-nagyon érdemes játszani, ugye, plusz hát innen lehet kikerülni a világversenyekre. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a korcsoportos Európa-bajnokság, világbajnokság hihetetlen erős mezőnyben tudnak játszani. Tehát ugye ott azon a versenyen, tehát aki érmet tud szerezni, abból már lehet látni, hogy hova tud kerülni, ugye jó eséllyel fog pályázni a felnőtt válogatottságra is. Tehát itt tudják megmutatni itt a kisebb versenyen, és ugye a kisebb korcsoportos világversenyeken ezek a játékosok, hogy hova tudnak kerülni, és tehetségük alapján meddig fognak jutni. Vonuljunk vissza akkor most a megyénkbe, kitekintettünk a világba, illetőleg az országra. Ha visszavonulunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, akkor be kell számolnunk a most folyó nyírségi tornáról. A megyei sakkszövetség több mint egyharmad évszázada döntött úgy, hogy létrehoz egy versenyt, egy versenyrendszert, ami minden évben júliusban egy nagy nemzetközi versenyről fog szólni, és ezen a versenyen biztosít lehetőséget a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sakkozóknak, hogy nemzetközi porondon is ellenőrizzék a tudásukat, és az általuk kitalált, megtanult, begyakorolt megítási változatokat csiszolják, és tulajdonképpen nyáron sem hagyják kicsorbulni a sakkardot, hanem eredményesen készülhessenek az őszi csapatbajnoki szezonra. Ez a nyírségi torna volt, amelyet a megyei sakkszövetség idén 35. alkalommal rendezett meg. A verseny ezúttal is nemzetközi,
hála Istennek a magyar sakkozók dominálnak, sem az ukránok, sem a románok nem jutnak oly nagyon szóhoz, de a korábbi években volt itt orosz, francia, afroamerikai, mexikói, a világ minden tájáról származó sakkozó is. Az utóbbi években a verseny kissé zsugorodik, évről évre néhány sakkozóval kevesebb jön el a versenyre, de azért még így is jóval több, mint 100 sakkozó igyekszik megszerezni a mutatós pénzdíjakat. A verseny főbírája Péter nagymester. El kell, hogy mondjuk, hogy 4 korcsoportban vitézkednek a sakkmatadorok a sakktáblánál. A legerősebb csoport az A csoport, ezt nevezhetjük mesterek csoportjának, itt játszanak a mesterek és a mesterjelöltek, a nevezzük őket tiszteletbeli mestereknek, az erősebb sakkozók. Van egy úgynevezett B csoport, ahol a 2000 nemzetközi értékszám alattiak jogosultak indulni, van egy C csoport, ott 1700 értékszám alattiak jogosultak játszani, és van a nem versenysakkozók számára, az értékszámmal nem rendelkező 16 év alattiak számára egy úgynevezett D csoport, ahol az egészen kicsi kiskolások sakkoznak. Az ABC csoportban pénzdíjakat lehet nyerni, míg a D csoportban érmet, kupát és számtalan tárgynyereményt. Nem csupán pénzfődíjak, hanem egyéb külön díjak is vannak, amit a rendezőség még nevesített ugyan a versenykírásba, de amit a sakkszövetség tud szerezni, ajándéktárgyakat, akármilyen promóciós termékeket, természetesen azt is kiosztjuk majd a sakkozók között különféle jogcímen, tehát külön díjasként számtalan kategóriadíjat tudunk megállapítani, legjobb szenior, legjobb ifjúsági, legjobb értékszám kategóriás, legjobb hölgyversenyző, értékszám nélküli hölgyversenyző, ifjúsági versenyző is, ilyen kategóriákat szoktunk beindítani. Én nem vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy részt tudjak venni a versenyen, csupán a minap tudtam oda benézni, és néhány partit figyelemmel tudtam kísérni. Péter tudjuk megkérdezni, hogy milyen a mezőny, illetőleg milyen a küzdelem hőfoka a nyírségi tornán, mennyire csatáznak egymással, békések a sakkozók ebben az egészen nyári melegben, vagy pedig olyannyira izzik a küzdelem hőfoka, mint déltájban az aszfalt. Igen. Hát én a másodikra szavaznék, tehát nagyon nagy csatákat láthattunk, meglepetéseket is, ugye mind a mesteri csoportban, mind a gyerekcsoportban. Ugye azt kell tudni, hogy a legnépesebb, és én úgy gondolom, hogy a legnépszerűbb versenyünk az a T-csoport, a gyerekcsoport. 51 gyerek indult a versenyen, ami egy fantasztikus létszám, tehát ilyenkor nyáron is, és a legkisebbektől, ugye a legnagyobbakig, óvodás korosztályú gyermek is indult a versenyen, és teljesen jól áll, tehát ilyen 5-6 pontja van. Az ugye a 16 éves korosztályig bezárólag. Tehát én úgy gondolom, hogy már csak ezért érdemes megrendezni ezt a nyírségi tornát is. Meg hát ugye, amint mondtad, tehát a megyebeli játékosoknak van kitalálva ez a versenyrendszer, ez a versenyforma. Ők tudják itt ugye úgy pallírozni a tudásukat, hogy nem kell utazni messzire, az ország másik részére, hanem itt helyben tudjuk neki biztosítani ezt a nemzetközi verseny lehetőséget. Ugye az A csoportban most kevesebben vannak, de ugye 4 fidemester most is elindult, és nagyon erősen játszik. A B csoportban ugye 34-en vannak, hát ott is egy picit ugye kevesebben indultak a tavéhoz képest, de sajnos ez egy tendencia, tehát ez Magyarországon nagyon-nagyon sok verseny, mondja, sokan próbálják meg azt véghez vinni, hogy saját helységükben, saját városukban rendezzenek versenyt, és ugye ne kelljen olyan messze utazni. Ugye, mivel hát a versenybőség miatt csökken minden versenynek a sakkozó közönsége, nem a sakkozók száma kevesbedik, hanem oly sok versenyt rendeznek Magyarországon, hogy mindenki választhat, hogy én most per pillanat Budapestre megyek, vagy Harkányba megyek, vagy Nyíregyházára megyek, és így több versenyen oszlik szét az egyre gyarapodó sakkozói népesség. Igen. Én még visszatérnék, tehát ugye a C csoportra, ugye, ahol legfőbb vannak, felnőttek is játszhatnak, de ugye az 1600 élőpont alatti korcsoport,
ott főként azok a gyerekeknek van kitalálva ez a csoport, akik már úgy érzik, hogy a gyerekcsoportot kinőtték, és ugye ez, és ott szeretnék megmutatni tudásukat, plusz akár élőpontot is szerezni, feliratkozni, ugye akinek nincs élőpontja. Itt a C csoportban annyian játszanak, hogy simán fel tudnak iratkozni a FIDE élő listára, tehát már rangosabb játékosként zárhatják ezt a versenyt. Mondjuk el a nézőknek, hogy a FIDE értékszám mit is jelent. A FIDE a SAK világszövetsége, és a FIDE, mint a SAK világszövetsége, egy magyar professzor Élő Árpád találmányát hasznosítva vezette be 1972-ben az értékszámrendszert. Ez egy bizonyos számot jelent, a versenyen való szerepléseknek a függvényében lehet értékszámot szerezni vagy veszíteni, egyúttal feliratkozni az értékszám listára, tehát az értékszám mutatja meg úgy hozzávetőlegesen, hogy milyen erejű sakkozó az adott játékos. Ez a C csoport egyébként jellemzően a gyerekeknek a csoportja, csupán néhány felnőtt játszik ott. Aki gyerek ott játszik, az vagy értékszámát, csekélyebb értékszámát szeretné gyarapítani, vagy pedig értékszámot szeretne szerezni. Igen. Milyen a mezőny a C csoportban, milyen küzdelmek vannak, kik a kiemelkedő játékosok? Hát ott is több ifjúsági játékos vezet, ugye most per pillanat Dán Marcell, a sakkiskolának a játékosa vezet egy ponttal, megelőzve a Budapestről érkezett Csontos Dávidot, és ugye a balkányi játékost, egyik ifjú tehetséget, Szokolov Albertet. Na most ők vezetik így a versenyt, bármi lehet még a vége. Nagyon sok, a több partit játszanak, ugye, mint az A és B csoportban, tehát ezért is van lehetőségük még több, még erősebb játszmákban, ugye, itt bemutatni tehetségüket, és erejüket is egyben. Hadd említsem meg azért, kicsit hazabeszélve egy tanítványomat, Szabó Lucát, nagyhalászi kislányt, aki a legjobb értékszám nélküli jelenleg a C csoportban, és ha jól emlékszem, a harmadik helyen áll pillanatnyilag. Igen, igen, igen. Nagyon jól indult, tehát még holt versenybe vezette is a mezőnyt. Most egy icili-picilit visszábesett, de fantasztikus, kiemelkedő teljesítményt ért el eddig. Ugye ezen a versenyen biztosan fel fog iratkozni, és szerintem ez egy hatalmas lökést adhat neki, ez a jó játék, és kifejezetten jól játszik ezen a versenyen, tehát nem csak szerencsés pontokat gyűjt, hanem jó partikat játszik, megfontoltan játszik, és hát reméljük, hogy folytatja is ezt a jó szereplést majd. Én azzal szeretném folytatni, hogy az A csoportban, az első fordulóban egy hihetetlen meglepetés történt, vagy a parti alapján, ugye az egyik legtehetségesebb játékos, Tóth Tibor, ugye egy 300 ponttal magasabban jegyzett fidemester, ukrán fidemester Prokopisin Vasili ellen játszott, és sötéttel sikerült megvernie, ami szerintem egy kifejezetten jó parti volt, és érdemesnek tartanám, hogy itt bemutassam a tévénézők közönségnek is. Tegyük hozzá, hogy Tibike, Tóth Tibor, a mi Tibuszunk, az utóbbi pár hónapban százal növelte az értékszámát, nagyon felfutó korszakában van. Trembác László a nevelőedzője, a tanítómester, a Piremonnak a játékosa. Egy nagyon tehetséges fiú, akinek a formája bizony változó szokott lenni, és a következő évek tervszerű munkájának lehet a célja, hogy ezt a formát állandósítsák, és a tehetséges Tibike folyamatosan olyan színvonalon játszon, mint Prokopisin ellen. Dávid és Góliát mérkőzött meg ebben a partiban, Tibike viszonylag alacsony termetű, míg Prokopisin, hát igen nagy sakkozó, és nem csak a minősítése is az értékszáma alapján, hanem testben is rendkívül nagy sakkozó, tehát a Dávid-Góliát párosból Prokó lenne a Góliát, és ő korábban már megnyerte a mesterek csoportját a nyírségi tornán, rendkívül ritka, amikor nem díjas ezen a versenyen, és talán az első fordulóban
mintha akár le is becsülhette volna Tibikét, Tibuszt, aki azért megmutatta az oroszlán körmeit. Péter, bemutatod ezt a partit nekünk? Igen, hogy kezdhetjük is. Tehát ugye világosan volt Prokopis Sinfidemester, sötéte volt Ó Tibor, ugye huszár F3-mal kezdett az ukrán mester, amire C5-öt lépett világosra az ifjú titán, C4-jel folytatta fehér, huszár F6 következett, huszár C3, huszár C6. Ugye ez egy kicsit pozíciósabb megnyitás, ugye ilyen taktikus változatokat próbálja elkerülni világos ezzel. D4 következett, ugye azonnal a centrumot nyitja, C üti D4, huszár üti D4, és következett G6. Amire E4 és D6-tal gyakorlatilag ugye átmentünk egy szicíliai rendszerbe, mégpedig a Marúci rendszerbe, ugye C4-essel. Ez is egy pozíciósabb játékstílust eredményez, ez az állás, úgyhogy de a közepén végül is sikerült egy picit úgymond megbontani, és rendszerint végjátékban fejeződnek be ezek a partik. Futó E2-vel folytatta fehér a fejlődés, futó G7-tel sötét, futó E3 következett, amire elsáncolt fekete, fehér is, és futó D7-tel ugye befejeződött a megnyitás. Ugye minden könnyű tisztel kifejlődött, fehér és fekete is, a királyok is biztonságba kerültek, ugye elsáncoltak, hogy most kezdődhet a középjáték, ugye a középjátékbeli, én azt szoktam mondani, kicsit ilyen birkózáshoz, a közelharc, tehát, hogy fogást találjanak egymáson ebben a pozíciós állásban. B3-mal folytatta világos, amire huszár G4, érdekes lépés, ugye az F6 lovát a D4 lóra szeretné cserélni fekete, futóüti G4 következett, amire futóüti G4. Jó ötlet megszabadítani világost a világos mezejű futójától? Ez változó állás függő, ez van, amikor jó, van, amikor nem annyira jó. Ez egy szokásos bevett terv, amit itt szoktak játszani. Én úgy gondolom, lehet, hogy itt amúgy F3 pontosabb lett volna. Tehát ezzel a futóval a fekete nem sok mindent tud kezdeni. Én valószínűleg amúgy itt F3-at léptem volna, és akkor D4-en lecserélünk mindent, és marad egy huszár a futó ellen, és a félig nyílt D-vonalon ott felhozhatná a bástyákat világos. Vezérüti G4 következett, ami ugye nem rossz lépés, amire huszárüti D4, de ugye így most a tisztek körülbelül hasonlóan állnak fekete és fehér részéről is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit kiegyenlített lett ezután a játék vezérüti G4 után. Nekem is szimpatikusabb az F3, tehát a D5 huszár előőrs az, ahogy Nimzovics tanított, az fölöttébb nyugtalanító. Pozíciós gyengeséget idéz elő. Vezérüti G4 jött, amire huszárüti D4, ugye bástya C1, most itt ugye átlóba, a G7 futó átlójából ki kellett menni ezzel a bástyával, ugye a C3, huszár A1 bástya, megvédtük a huszárt. Huszár C6-tal visszament, fekete vezér E2, vezér D7, és huszár D5-tel ugye berakta a huszárt a centrumba. Semmi probléma nincs, most fekete ugye B6-tal folytatta, egy picit ugye a vezérszárnyat próbálja rendezni, nagyon tudjon ott játékhoz jutni fehér, amire bástya CD1 következett, logikus lépés, ugye félig nyílt vonalra teszi a bástyát, F5. Ez már egy olyan lépés, ami azt mondom, hogy eléggé veszélyes lépés. Én úgy gondolom, hogy ezt leütötte fehér, ez egy jó lépés volt még. Itt fehér egy picit egyértelműen jobban áll. Tehát, hogyha itt állást kellene értékelni, ugye a gyalogszerkezetek, gyalogsziget, ugye fehérnek 2 van, feketének 3 lesz. Tehát egyértelműen úgy tűnik, hogy én ezt biztos, hogy fehérrel játszanám. Ez az F5 viszont ugye egy kis taktikai lehetőségre ad jog, lehet, tehát mindenképp azt próbálja fekete, hogy a bástyáit játékba hozza. Nézzük a partit, hogy játszott ezután
ugye fehér és fekete, EÜTI F5-tel leütötte ezt a gyalogot, Bástya EÜTI F5 következett, amire vezér D3 nagyon jó lépés volt, Bástya AF8-al, ugye a nem játszó bástyánkat is a félig nyílt vonalra hoztuk, amire F4 következett, ugye, és E6, tehát visszazavarta a D5 centrum huszárt, huszár C3, és következett huszár B4. És ez egy nagyon jó lépés volt, ugye nem lehet leütni a D6 gyalogot vezérrel, mert a C3 huszár ott maradna ingyen, tehát leütném a vezért, és utána ugye azt vissza tudná ütni. Ugye ezért vissza kellett vonulni a vezérnek D2-re, és D5-tel ugye azonnal megnyitotta ezt a D gyalogot, sötét, amire huszár B5 következett, és huszár C6, ugye B4 huszár támadta, meg G4-gyel visszazavarta ezt a bástyát. Ezt egy picit én gyengítésnek vélem, ezt a lépést. Bástya 8, vagyis az 5-ösről F7-re visszavonult, H3 következett, amire A6-tal visszazavarta a lovat, C üti D5, vezér üti D5, vezér üti D5, E üti D5, és huszár D4 következett, amire most egy érdekes, de nagyon jó terv, futóval ütötte le. Hogyha huszárral ütné, ugye akkor visszaütnék futóval, az ott minden lecserélődne, az F4 gyalog, G7 futó, D5 gyalog, de fekete itt már nyerésre próbált meg játszani, futó üti D4 jött, visszaütött futóval, és bástya üti F4-re, következett bástya üti F4, bástya üti F4, és futó üti B6, és azt kell látni, hogy ebből a D gyalogból egy hatalmasan erős szabad gyalog vált, fehér királynak E3-on lenne a helye, akkor nem lenne, akkor inkább gyenge lenne, mint erős ez a gyalog, de nem tudja, ugye az F4 bástya elvágja a királynak az útvonalát, és ezért ez a D4 egy fantasztikus lépés, és nem tud nagyon mit kezdeni fehér ez ellen. A királya bejön a centrumba, és gyakorlatilag eldönti a küzdelmet. Magasabb szinten, jó, még lehet itt küzdeni fehérrel, de magasabb szinten ez a stratégia, hogy futóval ütöttünk D4-re, és meghagytuk a huszárunkat a futó ellen, ez egy nagyon zseniális döntés volt Tibike részéről. Tegyük hozzá, hogy nyílt állásban, és ez nyílt állásnak tekinthető, a futó erősebb szokott lenni, mint a huszár. Azt szokták mondani, hogy a mesterek tudják a különbséget az általános szabálytól, hát Tibike még nem mester, de most mesterie megérezte, hogy ebben a nyílt állásban az általában erősebb futóval szemben kell a huszárt vállalni. Igen. Na, akkor még gyorsan nézzük, hogy hogyan nyert fekete ezt a partit. D4 következett, bástya C1, bástya F6-tal megvédte a huszárt, király G2, király F7, és a király ugye vándorlás eldönti a küzdelmet, futó C5, király E6, B4, király D5, G5, bástya F5, H4, huszár E5, és a huszár ugye játéka eldönti megint, futó E7, huszár D3, bástya D1, és király C4-gyel, meg kell nézni a két király közti különbség, ez döntötte el a partit, bástya D2 jött, király C3, bástya D1, király C2, bástya H1, ugye ha már ilyet kell lépni, az már rég rossz, huszár F4 sakk, király G3, huszár E2 sakk, király G2, és D3 után kapitulált a Fide mester, az a négy gyalog beszalad D2, D1-en vezére lesz. Bástyát kell adni érte, és onnantól már nincs tovább. Igen. Szép parti volt, gratulálunk Tibikének. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük tisztelt nézőink figyelmét, a viszontlátásra. Viszontlátásra.